Továbbra is a választási eredményekkel foglalkozunk, konkrétan a Momentummal. Mondanék egy idézetet. A következetes állhatatos és bevállalós politika képviselői mindenhol győztek, ezzel szemben a megalkuló, székfoglalós, helyezkedős, megúszós és alibízős politika oda került, ahová való a semmi közepére. Az idézet Kele Jánostól származik. Jó reggelt kívánunk köszönjük, hogy eljött. Jó reggelt! A Momentum elnökségének korábbi tagja volt, most sportszakíró. Az első kérdésem az, hogy miért érezte úgy, hogy meg kell szólalni, és hogy ilyen erős jelzőkkel kell ostorozni a korábbi pártját? Itt egyrészt egy kis helyregazításra kezdenék, vagy az én saját véleményemet mondanám el ebben, hogy ez kevés bírálat, vagy kevésbé a bírálat vezette ezt a posztot, mint inkább az, hogy az embernek egy választási időszak elteltével, amely az amelyre való felkészülésben neki aktív szerepe volt egy párt vezetőségi tagjaként, szerintem ott van az ideje, hogy húzzon valamilyen mérleget, és, és akár magának, akár egyébként az őt, akármilyen tevékenység miatt követőknek kicsit magyarázatot adjon arra, hogy mi történt és az miért történhetett. Én ebben a posztban is írom, hogy elsősorban az vezetett ennek a posztnak a megírására, hogy a választás után közvetlenül tett reakciók a momentum vezetőségétől számomra legalábbis döbbenetesen ö, ö, hiányoltam belőle az önreflexiót vagy hasonló dolgokat. Tehát ö, nyilván aztán később történtek lemondások, illetve mindenki a maga felelősséget megtalálta ebben, de az első reakciók azok azok tipikusan azok a alapvetően önámító vagy a valósággal kevés ponton találkozó értékelések voltak, amiket én egyébként ebben a párban sokszor végighallgattam és megszoktam. És szerintem egy ilyen eredmény után helye van annak, hogy mindenki elgondolkodjon a saját maga felelősségével ebben az eredményben, illetve elgondolkodjon azon is, hogy milyen testületi vagy milyen közösségi dinamikák vezethettek ahhoz, hogy a végére, ennek a ciklusnak a végére, vagy a felező ciklusnak a végére a magyar szabadelvű közösség az nem csak az Európai Parlamentben, hanem a fővárosi közgyűlésben is képviselet nélkül maradt, ami egyébként szerintem tragikus. Azt is írja a postban, hogy a saját felelőssége is megállapítható ebben. Ez miben áll? Hát én másfél évig vezetőségi tagja voltam ennek a közösségnek, tehát furcsa lenne, meg talán ízléstelen is úgy csinálni, mintha nekem ez semmi közöm nem lenne ott ültem azoknál az asztaloknál, ahol a viták folytak a Momentum politikájáról, ott voltam azoknál annál az asztalnál, ahol a döntések megszülettek, nyilván rendelkezem információkkal arról is, hogy ezek a döntések mennyiben kerültek végrehajtásra, mennyiben nem kerültek végrehajtásra. Nyilvánvalóan csináltam volna jobban, lehettem volna erélyesebb, lehettem volna adott esetben gátlástalan a bizonyos dolgokban, úgyhogy ezt én nem akarom eltagadni, meg nem akarom semmiképpen letagadni. Én a saját szempontomból is mindenkitől csak elnézést tudok kérni, aki bízott bennem, bízott bennünk és hát végképpen szégyenlem magam a magyar szabad elvű közösség előtt, hogy, hogy, egy ilyen eredményt tudott csak elérni a Momentum. Mi volt a mesterterv? Tehát hogy fordultak rá erre a most vasárnapi választásra, hogy milyen stratégia mentén próbálják a lehető legjobb eredményt elérni? Csak majd ez után beszélünk arról, hogy nyilván az önök tervébe is bezavarta Tisza, de mit szerettek volna egyébként csinálni? 2022 őszén, amikor erre a két éves időszakra stratégiát hirdettünk, vagy ha tetszik, elterveztük a, a nagy vonalakban az, hogy mit kell vagy mit lehetne csinálni, akkor alapvetően engem vagy minket, az akkori elnökséget két cél vezetett, vagy két megfontolás vezetett. Az egyik az volt, hogy a 2022-es választási vereség után egy nagyon éles és erőteljes cezúrát kell húzni azzal kapcsolatban, hogy mit jelent ma Magyarországon az ellenzéki politizálás, hogyan kell egy, egy ellenzéki pártnak politizálnia, milyen szövetségpolitikát kell folytatni, és egyáltalán hogyan kell a választókhoz állni. Ebben egy nagyon éles és határozott cezúrát szerettünk volna tenni, szerintem nem sikerült elég éles cezúrát tenni. Erre kiváló bizonyíték a Tiszapárt megjelenése, a Tiszapárt üzenetei, és végül is a Tiszapárt választási eredménye, amely a korábbi ellenzéket elsöpörte, és majd nem megsemmisítette. Itt, itt hadd hat, szakítsam félbe egy pillanatra, mert igazából visszagondolva az önök kampányára, azért kicsiben megpróbálták ugyanazt, megelőzve a Tiszapártot, hiszen az nem kérdéses, hogy mindig a Fidesz leváltása volt a fő cél, de Donátan elkezdte azt a kampányt, hogy és a DK-val sem már orrod befogva sem semmilyen módon. Tehát ez majdnem a tisza recept. Abszolút, tehát ezt hívom én Cezurának, hogy valamiféle ilyen típusú önreflexiót a 22-es választás után kellett volna hozni. A másik pedig az volt, hogy hát erősen personifikálják a politikát, tehát az emberek ma már vezetőkre szavaznak, vezetőkkel azonosítanak a politikai közösséget, a vezetőknek az imidzse az, ami meghatározza a mögöttük álló politikai közösségnek az imidzsét is, vagy a népszerűségét is. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy a közhangulatot nem mértük föl rosszul, amikor arra tettük a tétjeinket, hogy itt valami féle fajta új típusú rossz ez a szó, tudom, messiás várás fog kialakulni. A nagy csalódás, a nagy apátia vége mindig egy még az előzőnél is nagyobb amplitódó jó mesélyes várás lesz, és aztán, ha nem alakulnak jól a dolgok, akkor még nagyobb apátia, majd még nagyobb mesélyes várás van ennek egy ilyen dinamikája a magyar és a nemzetközi politikában is. Ugye nyilván Donátana, a Donátan a féle, vagy az ő arcára felépített kampány az ezt szerette volna szolgálni. A megvalósítás nem sikerült, tehát lehet a DK ellenében, vagy a korábbi ellenzék ellenében meghatározni magunkat, és egy határozott cezúrát húzni, csak azt nem lehet csinálni, hogy ezt is csinálom, meg közben együtt is indulok velük, meg közben tárgyalok is velük különféle önkormányzati, meg egyéb helyekről. A választók ugyanis nem hülyék elnézést, látják ezeket a következetlenségeket, látják, hogy ez, ez, a párt az egyik nap ezt csinálja, az egyik embere ezt csinálja, ezt mondja, a másik embere más csinál és mást mond, és nem szeretik ezt a következetlenséget. Ezekről egyébként volt vita az elnökségben, hogy ez így nem fog menni, hogy elhatárolódunk országos szinten a DK-tól, és számos önkormányzatban meg együttműködünk, hogy, hogy amiről ön beszél, hogy ezt észre fogják. A Rengeteg vita volt erről, természetesen. A gond az, hogy ezek a viták eldöntetlenek vagy feloldatlanok maradtak ebben a posztban. Arról is írok, hogy nyilván itt az elnökség és a, a frakció, vagy az országgyűlési képviselők egy része között is volt egy, egy folyamatos feszültség, hatásköri vagy döntésekben való részvételi vita, ami egyrészt természetes, másrészt viszont attól, ami természetes, attól még meg kellene vagy meg lehetett volna oldani. Amikor a saját felelősségemről beszélek, akkor nyilván erre is gondolok, hogy ezt a, ezeket a konfliktus Sokat vagy vitákat forradani én sem tudtam. Azt gondolom, hogy, és az a következetlenség, amivel igazából összefügg, az szerintem a vezetés nélküliség, vagy a vezetetlenség, vagy a vezetésnek a nem megfelelő erőssége, a nyilvánosságban is téma volt rendszeresen, hogy a tudnak ki a vezetője, hogyan vezet, miért pont ő a vezetője, mik ezek a hatásköri dilemmák, azt gondolom, hogy ezekre nem sikerült kellően erőteljes és meggyőző választ adni a választóknak. És volt még egy, egy jelenség, ami egy picit gyengítette a, a nagy győzelembe vetett hit hitelességét. Tudnélik, pont az ATV.hu írta meg már talán tavaly december körül, hogy született egy megállapodás csak Katalin és Donát annak között, hogy amennyiben az akkori kettő helyett csak egy EP mandátumot szerezne a Momentum, amire persze nem sok esély van, de ha mégis, akkor ők majd megosztják ezt a mandátumot időben, az első felében az egyikük megy, a másik felében a másikuk az Európai Parlamentbe. Ön szerint ez egy jó gondolat volt, vagy ennek a nyilvánosságra hozatala? Én erről a paktumról a saját elnökségi időszakom alatt nem tudtam, tehát ez vagy később született, vagy uh, nyilván később született, ha született ilyen, ezt mondtam mindenki, hogy született ilyen. Én a kampány utolsó hetében, egy-két hetében volt ez talán téma. Hát kívülről, egyszerű választópolgárként azt fölfogni, hogy egy olyan közéleti vagy nyilvánsági helyzetben, amikor a ellenzéki választókársokra többségének az a percepció az ellenzéki pártokról, hogy ők itt valójában pozíciókat osztogatnak maguknak, egymásnak, és ezekről alkudoznak folyamatosan. És most mindegy, hogy ez mennyire igaz az a percepció, ez van, a választás eredménye mutatja, fönt van a táblán az eredmény, csak le kell olvasni. Abban a helyzetben egy, ilyen egy célzott, szándékos kommunikációs elme megjelenni egy pártnak, amelyik éppen a bejutásért küzd, hogy ja, semmi gond, ha ti választok, azt mondjátok, hogy csak egy hely, mi azt is elosztjuk okosban majd egymás között. Én nem tudom fölfogni, hogy ez kinek az ötlete volt, miért gondolta a jó ötletnek, és összességében jó lakmuszpapírja szerintem annak, hogy ez a párt, vagy ennek a pártnak bizonyos politikusai, elitje, vezetői, milyen szinten szakadtak el a választói valóságtól. Kellel János, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rá. Köszönöm.